Jó, itt ez egy másik profil, amit még semmit nem állítgattam be, itt remélem, hogy hű. Az baj, nem tudom már, hol ajánlotta fel, mert ez nekem rég volt, amikor én ezt beállítottam, de megpróbálok segíteni. Videóajándékok, itt rámész, de itt elbírálja, hogy jogosult vagy, itt most én nem bírom meg, mert nincsen 10 000 követőm, de neked ugye megvan. Életkorkár, stb. És elvileg az az, amikor kiteszel egy videót, és akkor ott kapsz ajándékot. Tehát azért is mondtam, hogy kritériumi van, de már nem emlékeztem, hogy pontosan mi. Előfizetés. Ehhez, ha jól tudom, nem kell, de legalább 1000 követő kell, nem már most az még nincs meg nekem. De... jó, akkor az anyám profiljáról tudom. Akkor mondjuk itt Alkotói Akadémia. Ah, tehát nem tudom mi egyébként. Szerintem ez élő adásnál. Ez lesz ez promóció, bocsánat. De hogy... de elvileg itt a baj, hogy a bevételszerzésre rámész. Itt neked nem megvan a 10 000 követő, tehát itt neked rugalmasabb lesz. Nem tudom, hogy itt még volt bárhol máshol. Nem az? Ez kisegítő, ez lejátszás, hirdetés, tevékenységi központ, adatvédelem. Ez nem az? Mondom, hogy a TikTok stúdió belül lehet itt elbabrálsz vele, akkor szerintem rá fogsz jönni.